A megfelelő betegellátási hely kiválasztását segíti a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Gyógyszerészi Kamara válaszon okosan nevet viselő kampánya. Plakátok és szórólapok segítenek abban, hogy a különböző egészségügyi problémákkal kihez kell fordulni. A kampánnyal a sürgősségi osztályok túlterheltségét is csökkenteni szeretnék. A témáról a Magyar Orvosi Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének elnökével, dr. Sós Zoltánnal beszélgetek. Köszöntöm a stúdióban. Üdvözlök én is mindenkit. Hát egy első hallásra egy nagyszerű dologról van szó, és már is a másik jelző, ami eszembe jut, hogy borzasztóan hiánypótló. Volt már egyáltalán hasonló jellegű nekifutás, kezdeményezés? Mi is így gondoljuk, hogy hiánypótló, és a fogadtatását látva is azt gondoljuk, hogy valóban egy hiánypótló kezdeményezés az, ami a Magyar Orvosi Kamara és a Gyógyszerészi Kamara közös kezdeményezése az. Aki sürgősségi osztályon vagy a ügyeleten mostanában járt, azok számára egyértelmű és nyilvánvaló, hogy borzasztó nagy ezeknek az osztályoknak, ezeknek az ellátóhelyeknek a betegforgalma. És magam is ügyeleti ellátást végzek, én is ügyelekházi orvosként. Én magam is ezt tapasztalom, hogy bizony tud egy hétvégi ügyeletben akár 100 fölötti betegszám is kialakulni a központi ügyeletben, itt Nyíregyházán. És ennek egy része bizony olyan, ami várhatott volna, vagy nem feltétlenül igényelt volna orvosi ellátást, meg lehetett volna oldani már alacsonyabb ellátási szinten. Ez teher a lakosságnak, és teher az ellátórendszernek is, orvosként a Magyar Orvosi Kamarának az a feladata, ezt ismertük fel, hogy ebben talán van feladatunk, van szerepünk, van felelősségünk, és ami szerény eszközeink mentén azt gondoltuk, hogy talán, hogyha tájékoztatjuk a lakosságot, hogy vannak a sürgősségi ügyeleti ellátási szint alatt olyan ellátási szintek, amelyek már megoldást jelenthetnek az ő panaszaira, akkor jusson eszébe, akkor, amikor a legközelebbi alkalommal egy panaszt tünetet észlel magán, hogy esetleg oda is tudna fordulni. Azt a kifejezést használta, hogy mostanában. De régebben nem így volt? Nehéz ezt igazán megíteni, de azt gondolom, azt érzékeljük, hogy talán az elmúlt időszakban ez még intenzívebben jelentkezik. Mi lehet ugye, ennek az oka? Sok összetevője van annak, hogy végül miért a sürgősségi osztályon, a sürgősségi betegállatóhelyen jelenik meg a beteg. De ennek egyik komponense az, hogy felgyorsult a világ, és az emberek számára természetes az, hogy 0-tól 24 óráig tudunk boltba járni, és este is el tudok intézni akár hivatalos ügyemet is. És próbálnak az egészségügyen belül is egy ilyen megoldást találni, nem jutnak el feltétlenül a munkájuk, más elfoglaltságuk okán a házi orvosokhoz, és azt gondolják, hogy vagy esetleg a szakellátásban hónapokra kapnak időpontot, mert sajnos ez is probléma, és azt gondolják, hogy a sürgősségi megjelenve ezzel a panasszal talán hamarabb ellátásra kerülnek, miközben meg ez az adott ellátásuk, ez nem egy akut, nem egy sürgős, életveszélyes feladat, amire tulajdonképpen ezek az osztályok, ezek az ellátóhelyek létrejöttek, és ami lenne a feladatuk a nap után. Ha belegondolunk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ha ezt lehet konkretizálni, hány sürgősségi ellátási hely van? Mi a nyíregyházi sürgősségi osztályon kívül Kisfelden és Máté Szalkában sürgősségi ellátóhely, az én ismeretem szerint. És ezeknek az ellátóhelyeknek a forgalma, a nyíregyháziét konkrétan tudom, hogy egy átlagos napi betegszám esetén akár 120 fölötti betegszámot is elérheti. Ez mindenki végig tudja gondolni, ez nyilván egy óriási létszám, hiszen ezekkel a betegekkel, mindegyikkel elég komoly panasszal jelentkeznek, és elég komoly tennivaló van. A sürgősségi osztályon való megjelenés, a sürgősségi ellátóhelyen történő megjelenés mindig diagnosztikát igényel, és sokszor az a panasz éri a sürgősségi ellátóhelyeket, hogy mennyit kell ott várni. Ez azt hiszem természetes, hiszen hogyha egy panasszal beérkezik, és az valóban egy életveszélyes, egy sürgős orvoslást igénylő panasz, akkor felmerül annak az igénye, hogy ezt vizsgáljuk ki, ehhez diagnosztika, labordiagnosztika és képalkotó diagnosztika szükséges, amelyek mind időigényes folyamat, míg ezeknek a lelete megérkezik, visszaérkezik az ellátóhelyre, és ez bizony meg kell várni, nem pedig egy varázsütésre, egy varázspálcára gyógyul a beteg attól,
hogy látott orvos talált. Talán ez is az oka, hogy ezeknek az ellátóhelyeknek legyen az ügyelet, vagy a sürgősségi még inkább, a betegforgalma az utóbbi időszakban bizony jócskán megnövekedett. Azért is kérdeztem az imént, hogy hány helyszínen lehet elérni sürgősségi ellátást, mert ugye azért Szabolcs-Szatmár-Bereg megye igen magas településszámmal rendelkező megye, és hát a legtöbb helyen eleve csak ügyeleti ellátást tudnak elérni a lakosok. Tehát, hogy talán ebben a megyében kicsit könnyebb is kellene, hogy legyen ezt a problémát kezelni, ami kialakulhatott, hiszen ha jól megnézzük, akkor a megyeszékhely az, ahol eltolódtak ezek az arányok nagyon. Ez igaz lehet, és az is igaz, hogy az ügyeleti ellátás közelebb van már a háziorvosi ügyeleteket illetően a lakossághoz, és a sürgősségi ellátóhelyek esetleg az adott lakóhelyhez bizony távol esnek. És hogyha ilyen sürgős, életveszélyes helyzetbe kerül az ember, akkor nem is feltétlenül a sürgősségi osztály merül fel először, hanem a mentőszolgálat, és majd a mentőszolgálat eljuttatja az adekvát ellátóhelyre, letégyen az a sürgősségi osztály. De az ügyeleti ellátás kapcsán azt gondolom, hogy megfelelő a lefedettsége az ellátásnak. Az igaz, hogy a Beregben borzasztó nagy területeket látnak el központi ügyeletek, és itt bizony nagy a távolság esetleg, amit be kell járni az adott ügyeleti kocsinak, vagy esetleg a lakosságnak, hogy ügyeleti ellátásra jusson, ez nehézséget okoz. De az is igaz, a megye egy picit Nyíregyháza túlsúlyú a lakosság számot illetően is, az ellátásnak az összpontosulását is, hiszen itt van a megyei kórház, itt van a legmagasabb ellátási szint, és bizony sokszor ide kerülnek a valóban súlyos akut ellátást igénylő betegek a megye más területéről is. Még legalább két dologra mindenképpen szeretnék kitérni. Nagyon izgalmas témáról beszélgetünk. Már csak azért is, mert ha jól tudom, hogy itteni a kezdeményezés. Pontosan. Igazából az ötletgazda én vagyok, és egy kis csapat, egy kis szakmai csapat állt össze arra, hogy ezt a plakátot ezt összehozzuk. És nagyon szerencsés találkozása ez egy szakmai csapatnak és egy lelkes grafikus tímnek. És ebből jött ki ez a kampánynak az ötlete. A Magyar Orvosi Kamarának az országos elnöksége egy pilot kampányt javasolt, hogy akkor próbáljuk ki, hogy ez kicsiben hogy tud működni egy adott területen. De annyira jók voltak a tapasztalataink, igazából még konkrét tapasztalatokról nem is tudunk beszélni, hiszen ennek a plakátnak az ötlete ez valamikor augusztus vége, szeptember eleje. Tulajdonképpen egy hónapot futott itt, nem is jutott el minden rendelőbe, de annyira jó volt a fogadtatása akár az offline plakátoknak és szórólapoknak, akár az online felületeken megjelenő képeknek, képanyagoknak, mind a lakosság, mint pedig a szakma részéről, hogy ezt nagyon hamar felemelte a Magyar Orvosi Kamara elnöksége, országos szintre emelte, és együttműködést kezdeményeztünk a gyógyszerészekkel egy tárgyalást követően, és a gyógyszerészek nagyon fogadókészek voltak ebben a dologban, hiszen a gyógyszerész, ne felejtsük el, hogy ugyan egy kereskedelmi egységként kezelt helyen dolgozik, de ő egy komoly egészségi szakember, nagyon komoly szakmai tudással. És sokszor a beteg már a gyógyszertárban, ha kezdeni a panaszaival, akkor sokszor már a gyógyszertárban megoldást találhatna egy egyszerű légúti panaszra, enyhe lázra, vagy egy hasfájásra, hasi görcsre, már ott megoldást találhatna, és nem feltétlenül kellene, hogy orvos lássa ahhoz, hogy a panaszot tulajdonképpen orvoslást nyelhessen. Tulajdonképpen lejárt az időnk, de hadd kérdezzek valamit, ami a plakátot nézegedve jutott az eszembe. Elképzelhető, hogy a jövőben ez egy ilyen szép színes, ilyen tényleg megkapóak ezek az ábrák, ezek az animációk, hogy már a gyermekeknél kezdődik majd az a tudatos nevelés, hogy jó döntést hozzanak, és nem is biztos, hogy a szülő fogja tudni eldönteni, hogy hova menjünk, hanem a gyerek tudja majd ezt felidézni? Valójában igen. Valójában ez a plakátkampány ez egy tűzoltás, hiszen egy adott helyzetre próbál megoldást találni. De az igazi megoldás az valóban az lenne, és ezért a Magyar Orvosi Kamara elég sok ideje emeli fel a szavát, és próbál tenni annak érdekében, hogy az egészségtan, az egészséges nevelés, az bekerüljön az alaptantervbe, oktassuk a gyerekeinket, és a gyerekeink tájékozottak legyenek, edukáltak legyenek, tudják, hogy melyik szervük hol van. Hogyha egy adott helyzetbe kerülnek, egy lázat, hogy kell csillapítani, egy adott betegség tüneteit, hogy tudják esetleg öngyógyítással, vagy a legegyszerűbb elérhető módon gyógyítani. Ebben nagyon,
nagyon hátul kulogunk, és nagyon sok adósságunk van, de hiszek abban, hogy a gyerekeink edukációjával fel tudna nőni egy olyan lakosság, egy olyan korosztály, ahol ez nem lenne probléma, hiszen gyakorlatilag egészségben tudná megtartani magát. Az lenne az elsődleges feladat ennek az egészségtanoktatásnak, hogy tudja, hogy hogy tudja az egészségét megőrizni, és a beteg állapotot minél inkább elkerülni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és annyival nyugtázhatjuk a mai találkozásunkat, hogy elmondhatjuk, hogy valami elindult. Köszönöm a lehetőséget én is.